No, sziasztok, szerda este van, 6 óra, úgyhogy itt vagyok, kezdődjön a Tuareg TV. Ezt a múltkor egyikőtök mondta, hogy ezek a szerda meg szombati menjünk végig a politika legfontosabb történésein. Ezek egyfajta tévéként működnek, ilyen hiánypótló valamicsoda. Úgyhogy hát akkor legyen Tuareg TV, köszönöm az elnevezést. Várok akkor, amíg jöttök, és azt kérem, hogy eleve, aki tudja, azt tegye ki mondjuk a saját falára megosztással, vagy csoportban, mert nyilván minél több helyen látják magát az adást, annál többen tudnak időközben is bekapcsolódni, és annál nagyobb a nyilvánossága nem csak annak, amit én elmondok, hanem a ti kérdéseiteknek és az arra adott válaszoknak is. Annyit mondok, hogy ilyenkor az élőadás alatt rengeteg komment van. Én azokat elolvasom itt közben is, tehát itt megy előttem a képernyőn, de hát nyilván beszélek is közben, tehát azért a figyelmem az meg hát férfi vagyok, igazából egy dologra tudok figyelni, és az nyilván az maga, amikről beszélni gondolok, és az, hogy mélységében válaszoljam meg a kérdéseiteket. Úgyhogy a kommenteket olvasom, és utána szoktam főleg azokat a kommenteket, amikről úgy érzem, hogy nem láttam, vagy úgy látom, hogy átmentek a figyelmi zónámon az adás alatt. Úgyhogy elolvasom mindig, de olyan sok a komment, hogy utána azokra itt nem válaszolok. Megmondom, miért nem. Ha ti élő adásban feltesztek egy kérdést, és arra én válaszolok, azt végül sok ezren fogják látni. Tehát ezáltal válik az a kérdés, amit feltesztek, igazán mások számára is mérvadónak, hiszen az sok ezer ember számára lesz egy általam fölolvasott, de általatok fölrakott kérdés, és az arra adott válaszomat is sok ezren fogják megnézni. Utána, hogyha már az élőadásnak vége, ugye a kommentek azok már nem mennek ki mindenhova, ahova szétterjesztitek, és azokat már nem olvassák el annyira az emberek. Tehát ha utólag föltett kérdésre a komment falon már azért nem válaszolok, mert azt 4-5-en látják, tehát arra törekedjünk, azt kérem, hogy az élőadás során tegyétek föl a kérdéseket, mert a kérdést is, a kérdezőt is be fogom olvasni, hogy ki a kérdező, és a választ is akkor sok ezeren. Tehát nyilván sok ezer vagy néhány ember, osszuk be jól az erőnket, én pedig törekszem rá, és látjátok a képernyő szögéből, hogy itt van a párom, az Adri, ő tartja most, ő is törekszik rá, hogy minden kérdést megválaszoljunk. És hát addig tart az adás, amíg tart, tehát nyilván az embernek azért egy óra dumálás után már kezd fáradtabb lenni, meg hát tudjátok, a matka is bejelzi, hogy egy óra letelt, de ha van olyan kérdés, akkor maradok én bármeddig. Jó? Tehát úgymond a Tuareg TV-nek csak a szerda és szombat este 6 óra a kezdete, de hogy aztán szerdán és szombaton este meddig tart, az nem tőlem függ, az tőletek függ. No, de kezdjük is, lesznek majd olyan témáim, amiket úgy gondolom, hogy meg kéne beszélni, de még az is lehet, hogy mivel rákérdeztek, mint rögtön itt, ezért kérdésre tudom megválaszolni. Csíkos Sándorné, jó estét Gábor, szép estét, vendégünk érkezett, Tolvaj Makedón, miniszterelnöke, Viktor jó barátja. Igen, ez lett volna az egyik téma. Igazából ennek a válasznak a kapcsán el szeretnék nektek mondani valamit, ami szerintem fontos. Ugye azért senkit se lep meg igazán, hogy a diktátorok egymás között egymásnak mentességet biztosítanak. Mindegyik tudja, hogy rászorulhat a másikra, és ugye ez a Makedon csóka, ezt találta ki annak idején a Stop Soros című mesterséges ellenség csinálást, ugyanazokkal a módszerekkel élt, mint az Orbán a saját hazájában, de a saját hazája tökösebb volt, mint per pillanat a mi honfitársaink, úgyhogy elkergették a büdös frázba, és megkapta a maga jogszerű bíróság által megítélt büntetését. Úgyhogy ő több azért annál, mint egy köztörvényes bűnöző, ő egy orbáni diktátortárs, akit a népe elkergetett.
Ezt tudomásul kell vennünk, hogy ezek egymást segítik. Természetesen ez történt, természetesen minden ilyen hír nagy valószínűséggel igaz, hogy az Orbán saját maga szervezte meg a teken keresztül ennek a csókának az idehozatalát. Egy dolgot, ami még talán fontosabb ennél a konkrét ügynél. Kedves harcostársaim, barátaim, követőim, nézőim, mindenki. Naponta van 10 ilyen ügy. Naponta tele van a Facebook a 10 ilyen ügyre adott ezernyi kommentel és megosztással. Tudjátok nagyon jól, hogy én soha nem cseszegetem azokat, akik tényleg objektív okok miatt nem tudnak a terepen az Orbán elleni egyedül lehetséges és célra vezető módon küzdeni. Soha nem, mert igenis sokan vannak, akiknek az egészségi állapota, az egzisztenciális viszonyai, a lakhelye, stb. Nem teszi lehetővé, hogy terepre menjen. Én még azért is rettenetesen hálás vagyok, mert nagyon fontos, hogy ezek az emberek is közben Kossuth tériek, és terjesztik, ott csinálják a dolgot, ahol tudják, ez pedig az internet, a Facebook, és segítenek minket ugyanúgy, mint ahogy mi a terepen segítjük őket, meg az országot. Ez egy csapatmunka. Na de azért azt, mennyi lehet ezeknek a tényleg objektív okból távol maradó embereknek az aránya? Van ebben az országban 10 millió ember, vegyük le a 18 év alattiakat, van 8 millió ember. Ebből a 8 millió emberből 2,5 millió az Orbán támogatója. Marad még 5,5 millió ember. Az 5,5 millió embernek mondjuk legyen az egyharmada olyan, aki tényleg objektív okokból nem tud részt venni az utcai mozgásban, ami végül Orbánt el tudja távolítani. Vegyük le az 5,5 millióból annak az egyharmadát, sőt, bőkezően vegyük le, mit tudom én, marad 3,5 millió ember. 3,5 millió ember objektíve meg tudná tenni. Csupa olyan emberről beszélek, akinek a mindene tele van már az Orbán rezsimmel. 3,5 millió ember meg tudná tenni, hogy utcára megy, ehelyett a Facebookon naponta 10 hírt posztol, hogy milyen szar ez a rezsim, és milyen szemétládák. Igen. Igen. Azok szemétládák, ez egy diktatúra, egy rablóbanda, de mindezt tudjuk. És ezekben a hírekben már igazából ilyen szempontból semmi új nincs. Ne lepődjünk meg már mindig azon, hogy a farkas húsevő és nem füvet eszik. Igen, ez egy ragadozó, ez egy csúcsragadozó az Orbán, az egész rendszere csúcsragadozó, és mi vagyunk a táplálék. Úgyhogy nem kell azon mindig meglepődni, pláne, de egyszerűen higgyétek el, mindenki tud itt már mindent. Nincs itt már új információ abban, hogy most egy makedón ezért szöktet ide keresztül a határzáron. Itt már ez senkinek nem mond igazából újat, tudjuk, ez egy gazember, el kell takarítani. Tehát túl vagyunk azon a fázison, hogy ne tudnánk mindent erről a rezsimről. Mindent tudunk. Innentől ismételgetni, tudjátok, ezt most orvosként mondom, ez a túldiagnosztizálás. Bejön egy manus a klinikára, fel van dagadva az arca, magas a láza, nagyjából ránézésre látszik, hogy ez egy csonthártyagyulladás. Oké. Na most akkor mit csinálok? Legfőjebb, hogyha nem vagyok benne teljesen biztos, akkor még egy kollégámat mondjuk odahívom, és akkor ketten együtt ő is úgy látja, hogy ez egy csont, igen, na jó, hát akkor jöjjön a fúró, kiukasztjuk a fogat, hogy a trepanálásnak hívják, csorogjon ki a geny, kapjon levegőt végre, meg kap egy antibiotikumos kúrát, 4 nap múlva nyoma sincs az egész történetnek. Ezt kéne tenni az Orbán rezsimmel is. Ugyanis pontosan tudjuk, mi a diagnózis. Ez egy gazdasági és kommunikációs alapú diktatúra, egy ország rabló rezsim által üzemeltetve. Tudjuk? Tudjuk. Na, akkor most még ide hívhatunk, meg még 53-szor elmondhatjuk, már az egész klinika, sőt a szomszéd klinikát is, meg már a Major klinikát mondjuk Amerikában is odahívhatjuk, hogy ők is megállapítsák, hogy ez még mindig egy csonthártyagyulladás. És mikor már 1500 orvos megállapította, hogy csonthártyagyulladás, addigra a beteg pedig szépen meghal.
Ugyanis, amiről pontosan tudjuk, hogy micsoda, azt már nem diagnosztizálni kell, hanem gyógyítani. Nekem a makedón sztoriról ez a legfontosabb mondani való. Beszéljünk kicsit erről az utcára való menésről. Ugye láttátok, hogy szombaton, múlt szombaton oda mentünk egy Kossuth téri csapattal, tömén voltunk 30-an, és blokkoltuk az M1-et. Mentünk volna szolidarítani ugye a Jobbikkal, a Jobbik végül is nem tartotta meg a tüntetést, tehát a Kossuth tériek azok olyanok, hogy akkor is teszik, hogyha éppen nincs kivel szolidarítani, akkor akciót vezetünk. Oké. Hétfőn mentünk a Főnix mozgalomnak a tüntetésére a Nemzeti Nyomozó Irodához, mert ugye a Tiborcs kapcsán ugye lezárták a Tiborccal szemben a nyomozást, mielőtt elkezdődött volna. Hát persze, hogy megyünk tüntetni. Kedden pedig megkezdődött a társainknak a meghallgatás az 5. kerületi kapitányságon, oda is mentünk reggel, hogy tudják azért ott a rendőrök, hogy figyelünk a sztorira, és hát tőlünk mindig kiterik valami akció. Menjünk rá arra, hogy tulajdonképpen egy nap kivételével minden nap terepen voltam, ilyenkor az ember azért kicsit ki is fárad, de pénteken egy nagyon fontos nap lesz, ugyanis egy nagy tüntetés készül, mégpedig a CEU ügyében. Volt már ugye egy, ez lesz a ráerősítés, ezzel kapcsolatban mondom, hogy pénteken 5 órakor találkozunk a Ferenciek téri templomnál. Miért nem a Kossuth téren? Azért, mert a tüntetés az Egyetem téren lesz, ami a Kálvin tér és a Ferenciek között, terek között félúton található. Úgyhogy azért most nem a Kossuthra tettük a gyülekezési pontunkat, mert onnan az messze van, helyette egy szintén egyértelmű, nyilvánvaló pontra, szoktuk azt néha használni gyülekezési pontként, ott van a Ferenciek terén a templom, nincs több templom, jó nagy templom, előtte ott gyülekezünk, baráti beszélgetés zászlókkal stílusban, azt már lassan a fél ország ismeri, ezzel tudjuk simán kivédeni az új gyülekezési törvény korlátozó szabályait. 5-kor gyülekezünk, és 6:30-kor fog elkezdődni a Momentum által szervezett tüntetés a CEU mellett, az Egyetem téren, oda szépen a Kecskeméti utcán mi oda fogunk sétálni a Ferenciek teréről. Jó, tehát pénteken 16-án 5 órától, 5:30-ig, 5 órától 5:30-ig a Kossuth tériek és minden olyan ember, aki velünk tart, és ezzel persze rögtön, ha ott van, Kossuth térivé is válik, minden embert várunk a Ferenciek terén a templom elé, ott gyülekezünk és együtt csapatban fogunk átmenni a Momentum Egyetem téri tüntetésére. Szombaton pedig, minden hónap 3. szombatján a Kossuth térieknek a havi rendes találkozója van. Délután 3-kor. Na most az a helyzet, hogy sokkal többször találkozunk. Tehát látjátok, hogy állandóan akciózunk, állandóan terepre megyünk, tehát igazából ez ennek a célja egy csapat összetartás. Tehát elvileg ez arról szól, hogy meg tudjunk beszélni olyan dolgokat is egymással, amiket nem tudunk megbeszélni mondjuk egy akció közben. Ugye hát nekem akkor figyelni kell, hogy a jogi, a rendőrökkel szemben mit blokkolunk, stb. Tehát olyankor az agyam az arra van ráva, meg persze arra, hogy az élő videóban elmondjam nektek, hogy mire célszerű odafigyelnetek, mit teszünk és miért tesszük. Viszont a szombat délután 3-as, ami minden harmadik héten szombaton van, ott a Kossuth téren a padjainknál, az egy ilyen állandó időpont, az független attól, hogy egyébként a terepen mit mozgunk és hova mozgunk. Ez most szombaton lesz. Meglátjuk, mennyien gyűlünk össze. Ugye hát sokan vagyunk, de hát melyikünk mikor ér rá. Lehet, hogy 30-an leszünk, lehet, hogy 100-an, a franc se tudja. Annak megfelelően egyébként, hogyha meglehetősen sokan vagyunk, azért lesz egy tervem. És akkor csinálunk is valamit, dumálgatunk, megbeszéljük a velünk szemben indított ezeket, eljárásokat, beszélgetünk csak úgy csupa olyan dologról, ami mondjuk terepen érdemes megbeszélni, nem a neten, de ha elegen vagyunk, akkor miután ezeket jól megbeszéltük, akkor lehet, hogy Kossuth téri módon elindulunk valahová, és mi ha elindulunk valahová, akkor mindig meg is érkezünk valahová, és oda valahovába, ha megérkezünk, akkor csinálunk is valamit.
Jó, drága harcostársaim, szombaton 3-kor akkor találkozunk a Kossuth téren, a szokásos helyen a padjainknál, és hogyha elegen vagyunk, és ti is úgy gondoljátok, bár ismerve a Kossuth tériek mentalitását, csapat még akkor is úgy gondolja, amikor én nem, tehát mindenkiben benne van a forradalmi hevület, és ez egy csoda, tehát olyan csapatot vezetni, amely magától is mozog. Láttátok a Phoenix mozgalom tüntetésének a végén, én már azzal voltam elfoglalva, hogy nektek élő videózzak, a csapat maga elkezdett kiabálni, hogy köztársaság, köztársaság, és hirtelen egyébként ezt tőlünk az összes többi tüntető is átvette. Tehát lett egy ilyen záró akkordja az egész történetnek, egy felemelő és erőt adó mindenki. Tehát ott mindenki már azt, még olyan is, aki egyébként utál engem, mint a kakit, de még az is kiabált, hogy köztársaság, köztársaság, és hát ugye ezt a hívószót, ezt a skandálható valamit, és mint emberek közti köszöntést, ezt mi vezettük be a magyar köztudatba. Hát éppen azért, mert annak, ami most van, ennek a diktatúrának a köztársaság az alternatívája, és emögé lehet egyébként minden rezsim ellen küzdő csoportot felsorakoztatni. No, tehát akkor még egyszer, ja itt írja, azt mondja, hogy pillanat, csak odébugrott, Szél Andris, december 9, Kunigunda, gyertek 50 000-en, oké, csak még nem tartunk decemberbe, addig még annyit fogunk kommunikálni, mint a fene, azért nem mondtam ezt. Jó, tehát akkor még egyszer pénteken 5 órakor, holnap után 5 órakor találkozva a Ferenciek téri templomnál, és együtt megyünk át a CEU melletti tüntetésre. Szombaton pedig 3-kor találkozol a Kossuth téren, a szokásos helyünkön, beszélgetés, baráti beszélgetés zászlókkal stílusban. Ha elegen vagyunk, és ha van kedvetek hozzá, akkor utána, miután megbeszéltük a legfontosabb, legsürgősebb dolgainkat, csinálunk egy akciót, természetesen élő videóval, mert hát miért ne csinálnánk ilyesmit. No, lássuk akkor volt egy kérdés. Kérdéseket, igen, mondjad. Hogy nem emlékszem a névre, mert tovább ment maga a készülék, úgyhogy nem tudok visszapörgetni, okay. Szerintem túl sok a komment. A helyes. Szóval, hogy igen, hál' Isten. Szóval, hogy nem érti a sok bírósági határozatot, miért nem megyünk egyből az Európai Emberi Jogok Bíróságára? Mert nem lehet, már hogy a mi velünk kapcsolatos bírósági. Az Európai Emberi Jogi Bíróságra akkor mehet az ember, ha a saját országának összes jogorvoslati lehetőségét igen. kimerítette. Ezt végig kell futni, az Európai Emberi Jogi Bíróság nem fogad be csak olyan előterjesztést, amely bizonyítja, hogy már minden az adott országban igénybe vehető jogszolgáltatást igénybe vettük. Ami azt jelenti, hogy ezen bizony végig kell menni, rendőrségi meghallgatások. Van egy olyan érzésem a tegnapi nap tapasztalata alapján. Ugye ott voltunk csapatostól az ötkeres kapitányság előtt, és mentek be a harcostársaink, mentek be, jöttek ki. Tehát ott azért nyilván, amit élő videóban nem tettünk be, ott azért sok információ jött. Még az is lehet, hogy jó páraknál egyébként az az anyag az... amit összeállítottunk erre, az beüti rendesen a kihallgatókat vagy meghallgatókat, tehát még az is lehet, hogy jó pár embernél magát a szabálysértést visszavonják. Ez majd kiderül, nekünk végül is annyiban mindegy, hogy ez mindenképpen bíróságra lesz általunk véve, és a bíróságon pont ugyanolyan jó eséllyel, mint eddig mindig ezt a pert meg fogjuk nyerni. Amennyiben nem, akkor még mindig van jogorvoslati lehetőség, akkor perújításért fordulunk a vagy az ítélőtáblához, vagy a kúriához, szerintem az ítélőtábla, és ha az is negatív lenne, akkor tudunk az emberi jogi bírósághoz. De én nem gondolom, hogy ez a kör odáig el fog menni egyébként. 13 egybehangzó bírósági ítélet áll mellettünk, 0 a túloldalon, a bíróságok pedig még azért továbbra is döntő részükben szembefordulnak a rezsimmel, hogyha igazat, vagy hogyha igazságos döntést kell hozniuk. Úgyhogy én abba bízom, hogy a bíróságok pont ugyanúgy fognak dönteni, mint eddig, és megállapítják, hogy nem mi vagyunk a jogsértők, hanem maga a rendőrség. Azt mondja, hogy... na hát úgy tűnik, hogy a Tuareg TV-nek a nézettsége folyamatosan növekszik, mert már... itten egy reklám is megjelent, Gál Dávid Szityi, még be is olvasom, otthonról
végezhető munkához keresek nagyszerű kollégákat, ez egy ingyenes lehetőség, nincs másra szükség, mint saját magadra, kitartásra, internetre. No, hát azért olvastam be egyébként, mert hát ez két dolgot bizonyít. Egyrészt, hogy a nézettség elérte a Tuareg TV-nek azt, hogy érdemes legyen benne akár magánemberként is hirdetni. Hát másikaknak meg ugye nem tudjuk, hogy mi átverés, mi nem átverés, de aki gondolja, itt van egy munkalehetőség, akkor tegyük ezt is meg. Úgyhogy még be is olvastam, ebből nem lesz szokás. Tehát ezt most, mivel először jött ilyen ide, ezért ezt beolvastam, de azért nem ez lesz a szokásos. Na lássuk. Jó, tehát akkor a Strasbourggal kapcsolatos, az Emberjogi Bírósággal kapcsolatos kérdés. Igen, Zsuzsi, Varga Tirné Zsuzsi, ugye ő is terepharcos társ. Végre, Gábor, kimondod, már kevés a megosztás és neten a nyavajgás, végre fel kell állni mindenkinek, és nem a másikra várni, mindenkire szükség van, végórákat élünk. Ez igaz, de arra mindig vigyázzunk, hogy egyértelműen fogalmazzunk, mert az emberek hajlamosak magukra venni olyat, ami ha nem tiszta a kommunikáció, és valójában nem rájuk irányul, de nem tiszta, akkor magukra vehetik. Tehát én mindig, amikor azt mondom, hogy gyertek az utcára, mindig azoknak mondom, akik ezt meg tudják tenni. Akik nincsenek lehetetlen egészségi állapotban, nincsenek lehetetlen egzisztenciális helyzetben, akik meg tudják tenni, én mindig azoknak mondom, hogy gyertek már ki az utcára, mert ma ugye írtam reggeli bölcseletben, hogy 2020 tényleg addig van határidőnk. Egy perccel se tovább, Orbán addig megfutja maga pályáját az Európai Unióban, rájön, hogy ott nem tudja, az EU-t nem lehet elfoglalni, nagyjából az látszik, hogy a Putyinnak erre van a megbízása, hogy Orbán legyen valaki az EU-ban, hogy belülről bomlaszthassa, eddig csak kívülről tudta igazából bomlasztani, hát ennek minden nap látjuk a jeleit, de hát ezt az EU is mostanra észrevette. 2020-ra ráadásul véget érnek a kiemelt, számunkra nyújtott EU-s pénzek, EU-s támogatások, semmiféle érdeke az Orbánnak nem marad, hogy eljátsza a szokásos pávatáncát, elhúz keletre, kilép az EU-ból, kilép a NATO-ból, és lesz egy orosz-kínai háttér mögötte, onnantól kezdve erőszakos lépésekre számíthatunk a részéről. Van kevesebb, mint két évünk, hogy ezt a szemétgyülemet eltakarítsuk, ha ezt nem tudjuk megtenni, magunkra vessünk. Akkor tényleg csak annyi lesz a kérdés, hogy szabadság vagy útlevél, akkor már nem lesz kérdés, akkor már csak útlevél van. Ildi kérdezi, Krista Piros jönne, az édesapja tervezte a köztársasági címert. Hát jöjjön, hát mindenki jöjjön. Tehát itt nem is kell, nagyon örülünk neki. Mindenki jöjjön, aki részt akar venni ennek a rezsimnek az eltakarításában. Aki neten tudja ezt megtenni, tegye meg neten. Aki ki is tud jönni élőbe, egyrészt egy marha jó csapatot talál. Tehát a múltkor konkrétan, azt képzeljétek el, hogy ugye hévvel mentünk ki a tévét blokkolni, és az úton, a hévről leszállt velünk egy pár. Hazament volna, de ugye egy kocsiba volt az egész csapat, és olyan hangulat volt magában a kocsiban, hogy ott az emberek, tényleg, én ott szerintem egy darab Orbán hívő nem volt, mert leszállt, átment Max a másik kocsiba, de konkrétan egy pár azt mondta, hogy na most akkor ő velünk jön, és végig ott is volt. Végig blokkolt, ő most már Kossuth téri. Ott a kocsin, úgyhogy nem akartunk mi senkit toborozni, csak elvoltunk, dumáltunk, röhögtünk, készültünk az akcióra lélekben, olyan volt a hangulat, hogy azt mondta, hogy na, ehhez ő csatlakozik. Hát teszteljétek le, gyertek ki, örülünk mindenkinek. És tényleg olyan csapatot találtak, ami szerintem ebben az országban nincsen. Itt ugyanis senkit se kell ebbe a csapatba győzködni, hogy menjünk terepre. Mondom, pont fordítva van a dolog, hogyha én fáradtabb vagyok. Igen, ha én fáradtabb vagyok, és éppen az agyam nem pörög annyira, nincs valami jó akciótervem, akkor megkapom a jogos cseszegetést, hogy na mi van, pajtás, megyünk már végre, csinálunk már valamit. Úgyhogy jöjjön mindenki, aki csak tud. No, lássuk.
Azt mondja, hogy Edit, szintén terepaktivistánk is, javasolhatunk, a makedón diktátor befogadása ellen, na meg a mi diktátorunk ellen is, talán a Cinege utcában. Én voltam a Cinege utcában nem kevésszer tüntetni, ugye meg is vívtam oda, betiltották addig a tüntetéseket, de aztán bíróságon sikerült megnyernem, és akkor úgy mentünk a Cinege utcába, azt még kivételesen az országos sajtóba is bekerült, mesélem, jó? Hogy mi volt az, ugye akkor volt a Bayer Zsoltnak a az hírhet elnevezés, vagy a hírhet mondata, hogy a Lipsiket, meg ezeket az ellenzéki szarháziakat úgy pofán kell verni, hogy a taknyukon és a nyálukon csúszanak. Na, fölmentünk, csináltunk olyan, akkor kezdődött már nagyon erősre kovácsolódni ez a Putyin-Orbán szövetség, és akkor írták alá, ez egybeesések voltak, időbeli egybeesések, a Paks szerződést is akkor írták alá. Úgyhogy csináltunk táblákat, és a tüntetés célja az volt, hogy átnevezzük Putyin sugárútnak a Cinege utcát. Persze nem engedélyezték, de a bíróságon megnyertem, úgyhogy mentünk Putyin sugárút táblákkal átnevezni, na és akkor csináltam meg, hogy ugye Bayer Zsoltnak válaszul, hogy megszúrtam a kezemet egy tűvel, ott kijött a vér, akkor azt felitattam, utána belefújtam az orromat, és mondtam, hogy ledobtam, és mondtam, hogy akkor ezt akkor a Bayer Zsoltnak ajánlom, ennyi vért, meg ennyi taknyot kaphat, de többet nem. A Cinege utcát azóta belerakták, tulajdonképpen bújtatva belerakták a gyülekezési törvénybe, tehát az az egyetlen egy olyan igazi szűkítés a korábbihoz képest, amivel nehéz mit kezdeni, oda most egyszerűen nem lehet tüntetést bejelenteni. Ezzel együtt persze megpróbálhatjuk, fölösleges veszélynek viszont a csapatok nem szeretném kitenni. Tehát az, hogy szóval ott arra máshogy reagálnak. És igazából ott blokkolni biztos, hogy nem tudnánk. Tehát ott átjönnek rajtunk. Tehát azt nem szeretném, hogyha a Kossuth téri csapat mondjuk a TEC-nek a BTR 80-as gumi kerekei alatt végezné. Na, azt mondja, hogy... Megnéztétek-e a Német Forradalom című filmet? Nem. Nem néztem meg, az az igazság, hogy hát a saját bőrünkön 4 év alatt szereztük meg azt a tapasztalatot, ugyanis az átélés és a kitalálás és azoknak a tesztelése az egy mélyebb tudást ad. Erre koncentráltunk. Szerinted Hatházi bemegy a tévészékházba? Hát nem hiszem. Tehát bár a Hatházi parlamenti képviselő, ugye? Tehát az egyáltalán nem baj, hogyha valaki a mandátumát végre terep dolgokra használja. Parlamenti képviselőt elméletileg egy közintézménybe be kell engedni. Kiderül, hát mi ott leszünk, tehát december 9-én a Kossuth tériek azok teljes létszámban fel fognak oda sorakozni, ezt én már jeleztem az Ákosnak is, örült is neki. És hát meglátjuk, nyilván bármikor akciókészek vagyunk, tehát hogyha egy parlamenti képviselőt, mint a Hatházi Ákos, akinek joga van bármilyen közintézményen bemenni, nem engednek be, hát akkor lehet, hogy a Kossuth tériek ott csinálnak egy akciót. Ki tudja, tőlünk kitelik. Azt mondja, hogy... Erika Csató, 2020-at nem fogja a rezsim megvárni, megélni, akkorra már vége lesz, minden jel arra utal, hogy addig nem fogja nem fog kitartani a birka türelem, ráadásul önmaguk gyorsítják fel a folyamatot. Egyébként ezzel egyetértek, de ez még nagyon sok munkára van szüksége, elsősorban is arra, hogy minden ellenzéki csoportot valahogy az állandó tevékenységükkel összetudjunk egymással drótozni. Ugyanis önmagukban nem feltétlenül képesek túllépni a saját korlátaikat. Mi mutatjuk meg nekik a példát, ugye elmegyünk a Gyurcsány tüntetésére, elmegyünk a Jobbik tüntetésére, nem rajtunk múlt, hogy végül az mi ott voltunk, hogy az nem lett megtartva, elmegyünk a Momentum tüntetésére, elmegyünk bármilyen civilnek a tüntetésére, itt azért hadd álljak meg egy pillanatra, bármilyen ellenzéki civil tüntetésre, olyan szervezet szervezésére nem megyünk el, amelyiknek egyetlen egy célja, amire létrehozták, hogy az ellenzéki civil szervezeteket valahogy szétbomlassza. Az alkotmányos ellenállásról beszélek természetesen, úgyhogy az egyetlen egy olyan
olyan szervezet, amivel semmilyen módon nem működünk együtt, az azért van, mert az egyszerűen egy fideszes háttérszervezés, konkrétan egy Hajnal János nevű ügynök vezetésével, úgyhogy azon nem veszünk részt. Minden más civil szervezettel, párttal természetesen tudunk együtt dolgozni, de ezt azért fontos megkülönböztetni, ki az ellenzéki, és ki az, akit az ellenzéki oldalra szerveztek át szokásos diktátor trükkel, hogy ott bomlasztani tudjon. Ildikó doppingolna téged kávéval. Jöjjön a kávé doppingoljál. Imádom a kávés doppingolást, pláne akkor, hogyha ugye közben, mert szoktam én főzni, vagy hát az Adri, hogyha viszek magammal ki kávét, viszek cigit is, de amikor éppen már élő videóban vagyok, akkor ugye nincs végtelen kezem. És akkor bizony marha jól esik, hogyha kapok ott egyszer csak egy kávét, kapok egy szál cigit a számba. Azt mondja, hogy... Mi lett ez a tegnapi tüntikéjével? Na, Ica Provi, szintén terepaktivista, még a nagyon régi időből, tehát hogy a demokrata ellenállás, országgyűlése, mozgalom, amik a korábbi általam szervezett csapatok voltak, ő már abban az időben ott volt, mostanában olyan tényleges magánéleti dolgok vannak, hogy annyira nem tud aktiválni, de neten abszolút az. Ez egy fontos kérdés, ugye rátértem erre az alkotmányos ellenállás című történetre, beszéltem már róla párszor, de a tegnapi rendezvényük az úgy, ahogy van, megbukott. Ugye, hát hogyha 100 000 embertre hirdetnek meg egy tüntetést, és ott van helyette 100, és ez most már a második ilyen teljesen eredménytelen eseményük, az első ugye az augusztus 20-án volt az RTL-nél, ott még kisebb igényűek voltak, azt mondták, hogy ha eljön 1000 ember, hát elment 30, most meghirdették, hogy ha eljön 100 000, akkor itt rendszerváltás lesz, most eljött 100, úgyhogy hát ez a dolog kifulladt. Szerintem az embereknek azért van realitás érzéke, tudják, hogy ebben a tempóban növekvő szervezet az azt a 100 000-et, amit alapfeltételnek tart, hogy csináljon valamit, azt nagyjából a jövő évezred végére fogja elérni, mikor az emberiség már rég meghódította a galaxist, úgyhogy ez a dolog, ez nem működik. Hadd meséljek nektek egy igaz történetet, amit jó páran tudnak tanúsítani. Honnan tudom, hogy az alkotmányos ellenállás az egy Fidesz által létrehozott, az ellenzék szétbomlasztására létrehozott kamuszervezet. 2015. március 20-a környékén voltunk, március 15-én, 2015-ről beszélek, ott voltunk az akkori csapatommal, és kifütyültük az Orbánt, úgyhogy beszivárogtunk a tömegbe a Nemzeti Múzeumnál, és legalább 50-en kifütyültük őket, ment ott keményen a nem ilyen önálló külön tüntetés, hanem bementünk a tömegbe is zúgy. Az volt az első olyan, hogy Orbán bárki kimerte fütyülni, meg akartuk nekik mutatni, meg a népének is, hogy nem sebezhetetlen. Akkor már egyébként a téren 6 hónapja voltunk. Tehát ugye augusztustól voltunk folyamatos 0-24-es tüntetéssel, és március 15-én meg meghúztuk ezt az Orbán kifütyülést, hát finoman szólva a hatalomnak nem nagyon tetszettünk. Akkor már szintén ilyen külföldi, de legalább akkor valós diplomatákra, mint a Merkel, a Putyin, hivatkozva szintén megcsinálták az éjszakai sátorbontó akciókat, tehát finoman szólva nagyon idegesek voltak tőlem, törvényt akartak módosítani, az volt a neve, hogy Lex Tuareg, tehát kurvára zavartam a köreiket. Oké, a másik ilyen frissen a képbe bepottyan zavaró momentum a számukra, az a Büki Zoli volt, emlékeztek rá, mostanra már inaktív, de annak idején aktív volt, ő szervezte az autós blokkádokat, és együtt is működtünk a Zolival, tehát sok Kossuth téri sátorozó, táborozó ment a Zolinak segíteni, mikor a konkrét blokkádok voltak, és a Zoli is a csapatával jött hozzánk, amikor a Kossuth téren nekünk erre szükségünk volt. Volt egy harmadik ember, akitől akinek a hatalom szintén nem örült, ez volt a Geri Tibor, akivel egyébként az égvilágon nagyjából semmiben se értek egyet, csak abban, hogy az alaptörvény egyébként jogilag, mondom, jogilag
nem érvényes, mert a gyakorlatban attól még mindenki azt szerint él, tehát akár akarod, akár nem, ha bevásárolsz, akkor az áfa része bemegy ebbe a kasszába, miközben itt net ezzel a net előfizetésed áfa része szintén az alaptörvény alapján létrejött Magyarország kasszába megy be, tehát konkrétan mindenki akár akar, akár nem, az alaptörvény szerint él a gyakorlatban, ettől még jogilag, vagy a de jure, nem érvényes, viszont mégis érvényesül. És ennek a tézisnek a kidolgozója volt a Geri Tibor, aki egyébként nyugalmazott rendőr, alezredes és jogász. Ő volt a harmadik, aki ezek miatt a tézisek miatt a hatalom által finoman szólva nem volt kedvelt. Ő terepen kevesebbet mozgott, inkább ezzel az ideológiai munkával foglalkozott. Megjelent egy emberke. Ezután a március 15-i akció után néhány nappal. Megjelent egy emberke, egy kis pufi emberke, oda jött hozzám, nem mutatkozott be, mondta, hogy menjünk félre, beszéljünk, és olyan dolgokat akart velem kimondatni, amiket ha én kimondok, abban például lesittelhetnek alkotmány elleni fegyveres szervezkedés vádjával. Ez a pufó kis emberke ugyanakkor, mint utóbb megtudtam a Bükki Zolitól, meglátogatta tőlem függetlenül a Bükki Zolit is. Bükki Zolit is megpróbálta rávenni, hogy olyan dolgokat mondjon ki, amiket, hogyha megtesz, akkor azonnal levehető a terepről, őt is hasonló módon alkotmány ellenes fegyveres szervezkedés vádjával. Na, ugyanez az ember egyébként megjelent a Geri Tibornál is, de mi azt nem tudtuk. Hát nem furcsa, pont annál a három embernél, amelyik akkor a rezsimnek igazán a bögyében volt. Pont annál a három embernél egy időben megjelenik ez az emberke, épp nem mutatkozik be, kérdésre sem válaszol, mikor azt kértem, hogy legalább mutatkozz be, tesó, vagy legalább mondj egy hamis nevet, vagy valamit mondjál mégiscsak, ne akarjál már tőlem olyan válaszokat kapni, amikkel mindketten tudjuk, hogy engem azonnal lesítelnek, onnan a terepről percek alatt. Mind a három olyannál, akitől a rezsim fél, egy időben megjelenik az ember, és mind a háromhoz csatlakozni akar úgy, hogy ő tudna ezt meg azt hozni, ami finoman szólva, hogyha ezt meg azt hozná, akkor és erre én csak rábólintok, már visznek is el. Ugye hát nem ő volt az első ilyen beépítési kísérlet, nekem addigra már volt tereprutinom, meg én ugye korábban is rendészeti vonalon politizáltam. Úgyhogy én azonnal kiszagoltam, hogy ez az ember büdös, már a bűzlik politikai értelemben és titkosszolgálati értelemben, úgyhogy elhajtottam a frázba. Bükki Zolinak is addigra már volt hasonló tapasztalata, ő is elhajtotta a frázba. A Geri Tibor hibájára és naivitására jellemző, hogy ő nem hajtotta el. Neki kevesebb volt a tereptapasztalat, hiába rendőr alezredes, ő eltűrte, de a csóka ott sem saját nevén csinálta a dolgait. Egy Agytrözt Józsi nevű nikket hozott létre, tehát senki sem tudta, így aztán én sem tudtam, és a Bükki Zoli sem tudta, hogy a Geri Tibornál is megjelent. A Zolival nekünk összeértek az információk. Tehát a Bükki Zolival mi megbeszéltük, hogy hopp, ugyanaz a pufók emberke feltűnt nálad, és nálad neked mit mondott? Oké, mi tudtuk, hogy ügynök a csávó. De a Geri Tibornál nem tudtuk, hogy feltűnt. Egyszerűen, mivel a nevét se tudtuk, nem tudtunk a Tibornak szólni, hogy vigyázzál, mert feltűnhet ez a kis pufók emberke. No, Geri Tibornak a szervezetét, amit létrehozott, azt azóta ez az emberke szétverte, és mindenféle, tehát a Geri Tiborhoz fűződik az egész alkotmányos ellenállás fogalma, az arra megszervezett szervezet. Azóta ez az emberke ezt szépen aláásta, Agytrözt Józsi néven, majd egyszer csak hirtelen a saját nevét kezdte el használni, miután a Geri Tibor szervezetét szétverte. Én meg ugye egy évig otthon voltam, már hogy itthon regényt írtam, kicsit kikapcsolódtam hosszú évek terepaktivitás alapján a politikából, és jöttem vissza most ugye májusba, és nézegettek körbe, és látom a pufók emberkét a saját nevével, Hajnal János. És ez az ideológiai vezetője ennek az alkotmányos ellenállás nevű szervezetnek. Hát majdnem leestem a székről. Ez a csávó, ez ügynök. Ez egy beépített ügynök, ez az ember csinálja az alkotmányos ellenállást. Hát gratulálok én azoknak, akik bedőltek. Én nem mondom azt, hogy az alkotmányos ellenállásnak az aktivistái azok mind Fidesz ügynökök. Ne. De hogy a Hajnal az rohadt élet. És bizony, akiket meg lehetett vezetni, azokat megvezette. Ha valakinek kétségei vannak afelől, hogy... Akkor én itt föltettem egy pár nappal ezelőtt egy posztot, most akkor megkeresem, csak ugye nem akarok kilépni az élő videóból, tehát lejjebb görgetek egy pillanat, és mutatom,
hogy Geri Tibor, én innen tudtam meg, hogy azt mondja, hogy mutatom a Geri Tibornak az írását, amit a Hajnalról írt, és akkor mindenki számára nyilvánvaló lehet, hogy ő hogy élte meg ezt a néhány évet, amíg ez az Agytrözt Józsi, aki azonos a Hajnal Jánossal, szétverte az ő kemény munkával felépített szervezetét. Na, egy másodperc, mindjárt leérünk, csak hát itt ugye sok a poszt, meg a izé. Na, itt van. Tehát Geri Tibor beszél a Hajnal Jánosról, a kis pufokról. Mihez csatlakozott és melyik tiszta vonalot képviseli? Sose volt tagja az AM-nek, maga is elismerte. Aki a mai események ismeretében visszanézi, hogy mit tett, ami köztünk volt, pontosan láthatja azt a bomlasztást, amit folyamatosan csinált, amíg építették föl, ahogy építette föl magát. Nem tudom szebb szóval mondani, ez egy klasszikus titkosszolgálati beépülés volt, akárhonnan nézem. Ennyi. A többi az ilyen szempontból már lényegtelenebb. Na most a három akkori legtapasztaltabb, legaktívabb, legtöbb támadás, legtöbb beépülési kísérletet elszenvedett terepaktivista, jómagam, a Büki Zoli és a Geri Tibor ugyanúgy egy embert egyértelműen ügynöknek minősít, háromból három, az azért már elég kemény. Az azért már elég kemény. Jó? Úgyhogy válasszuk azért külön az AE-nek a tagjait, és az AE-nek a szellemi atyát. Az AE-ben megvezetett jó szándékú emberek legalább annyian vannak, mint egy-két ilyen fideszes segítő, nem szokták az ügynökeiket magára hagyni. A Hajnal egy konkrét ügynök, akinek a feladata, és hát a tevékenysége követhető, ugye ez az alkotmányos ellenállás mióta a Hajnal csinálja. Ellentétben a korábbiakkal, mikor még a Geri Tibor tudta vezetni a szervezetet, azóta, mióta a Hajnal csinálja a valóságban, egyetlen egy dolgot tesz, kimegy az ellenzéki tüntetésekre, és ott trollkodik. Megpróbálja szétverni, áttematizálni. Hova megy? Csak az ellenzéki tüntetésekre. A Fideszére sose. Másik dolog. Csinálnak ezek bármikor, látott már bárki bármilyen ütközést köztük és a hatalom között? Nem. Hát nem furcsa, hogy nekünk kint volt egy hónapon keresztül a sátrunk, ahonnan akcióztunk, 6-szor oszlattak föl minket. Utána 2,5 hétig kint volt az alkotmányos ellenállás sátra ugyanott a téren. Hozzányúlt bármikor is a hatalom? Nem nyúlt hozzá. Na vajon miért? És nézzünk meg még egy dolgot. Ezek arra hivatkozva, hogy hát az alaptörvény nem érvényes, miközben saját maguk is betartják, tehát a rendőrségnek ugyanúgy teszik a tüntetési bejelentéseket, mint bárki más. Tehát önmaguk is elismerik ráutaló magatartásokra, hogy pontosan az alaptörvényt érvényesülőnek tartják. Ezek az emberek, akik csak tudnak, lebeszélnek arról, hogy bírósághoz forduljon. Ez kinek az érdeke? Tudjuk nagyon jól, hogy az egyetlen egy olyan intézmény, még ahol küzdenek, látszik a folyamatos harc a bíróság kontrolljáért. A bíróságot még nem tudta az Orbán lenyomni, ezért hoz létre ilyen mindenféle sameszaival egy új bíróságot, amit az EU már kifogásol is, ezért lett a handótünde, ezért rendelik a pereket, a legsúlyosabb pereket egy-két olyan bíróhoz, aki viszont tényleg a Fideszé, de a bírók döntő többsége még mindig tojik a rezsimre, és igazságos döntéseket hoz. Milyen érdeket képviselnek azok, akik az embereket lebeszélik, hogy azon a bíróságon, ahol még mindig többségében igaz ítéletek születnek, meg tudják magukat védeni a rezsimmel szemben. Kinek az érdeke, hogy az embereket a rezsimmel szemben védtelenné tegyék? A rezsimé. Na, szerintem elég kifejtős sen mondtam el a Provinak a kérdésére. Azt mondja, hogy azt írjátok itt többen, hogy blokkoltak. Jó, én itt nem láttam az adásban, lehet, hogy ez most nálatok. Nálam sem. Márkus is azt mondja, szerintem ez a HJ csak egy szimplán hülye figura, szerintem nem. Személyes tapasztalatról beszélek, egy
profi terepharcos tapasztalatával, hozzárakva egy másik profi terepharcos tapasztalatát, Büki Zoliét, és hozzátéve Geri Tibor személyes tapasztalatát, 2 évnyi, amit felolvastam, amivel ez az emberke szétverte a valódi alkotmányos ellenállást és aláásta. Elvileg, per pillanat nem látok újabb kérdést, úgyhogy van. Oké, mondjuk. Akkor a devizásokat miért nem igazságosan ítélik? A devizások egy részét igazságosan ítélik, a devizások egy részét pedig nem igazságosan ítélik. Fordítsuk meg a kérdést, hogyha Hajnal Jánosra és az alkotmányos ellenállásra hallgattak volna mindazon devizások, akik végül is a bíróságon tudtak nyerni, és nem mennek bíróságra, akkor vajon hány devizással? Hány olyan devizás lenne, aki így képes volt magát megvédeni, úgy pedig kiszolgáltatott lett volna? Ott van egy rakás olyan jogvédő szervezet, amely perekben képviseli a devizásokat. Vannak pernyertességek, amik per nélkül nem lennének. Jóval több ember került volna már idáig az utcára, hogyha bíróságokat, mint ahogy a Hajnalék akarják, a bíróságokat az emberek nem vennék igénybe. Igenis, az egyetlen egy olyan intézmény még ebben a rezsimben és ebben a diktatúrában, ahol még a szabadság nyomokban megtalálható a bíróság, aki megpróbálja a bíróságról lebeszélni az embereket, az nettó az emberek ellenében van, az a rezsimet szolgálja. Oké. Az elvről egyébként meg, hogy alkotmányos ellenállás, meg alaptörvény, meg rezsim. Aztán majd lesz kérdés akkor. Nem az alaptörvény a probléma ebben az országban. A probléma az a rezsim. Nem az alaptörvény hozta létre a rezsimet, hanem a rezsim hozta létre az alaptörvényt. A rezsim az a rákos daganat, amely különböző betegségeket idéz elő a szervezet legyengítésével a társadalom testében. Ezek egyik tünete az alaptörvény, de csak az egyik. Nem az alaptörvény állítja meg a rezsim elleni ügyészi folyamatokat, hanem egy kinevezett ember, a Polt Péter. Nem az alaptörvény az, amelyik ugyanakkor koncepciós pereket indít a valódi ellenzékiek ellen. Az szintén a rezsim és annak egy embere. Nem a rezsim, vagy nem az alaptörvény az, amely kirabolja az országot, nem az alaptörvény intézi úgy, hogy a közbeszerzések háromszoros túlárazással lehetővé tegyék a sok ezer milliárd forintnyi szabadrablást, hanem a rezsim teszi. A rezsimnek csak egy tette a sok gonosz tette közül az alaptörvény, és úgy, ahogy ezt a rezsimet vagy egyben eltávolítjuk egy utcai sebészi mozdulattal, vagy nem tudunk ellene mit tenni. Itt részeredményeket igazából nem lehet elérni. Természetesen az alaptörvényt nem lehet megszüntetni, amíg a rezsim regnál. A rezsim az ellenség, és ha a rezsimet el tudjuk takarítani, akkor természetesen vissza tudjuk állítani az alkotmányunkat, akkor természetesen újra a köztársaság szabályai szerint lehet viselkedni, újra vissza lehet állítani a kétfordulós választást, amelyik már biztosítja, vissza lehet venni a szabad médiát. Ez az alaptörvény humbug, ez egy dologra jó, hogy elterelje a tüzet a valós ellenségtől. Nem az alaptörvény az ellenség. A rezsim az ellenség, amely az alaptörvényt létrehozta. Az összes olyan kamu, hogy mert aki az alaptörvényt betartja, mondják olyanok, akik kénytelenek ugyanúgy betartani az alaptörvényt, mint bárki. Nem azért, mert akarja. De ha Magyarországon él, kénytelen az alaptörvény szerint élni. Le kell győzni a rezsimet, meg kell változtatni, nem az alaptörvény a probléma, hanem a rezsim. Azt mondja, hogy egyfolytában zavarják. Hát ez igen, ez előfordul. Trallala, Sándori, Csikos Sándori, Gábor, köszi, hogy beolvastad, amit írtam. Természetes. Azt mondja, hogy itt azt írjátok, hogy sokaknál oké, nem hagy hozzászólni. Oké. Van egy kérdés, Juhász Zoltánnál tisztázódott a diktatúra megítélése?
kérdezi Peti Tomi. Hát ő írt egy cikket, én azt el is olvastam, természetesen olyanról szoktam ítéletet innen, aminek ez a címe, hogy ez nem diktatúra. Hát ott nincs mit tisztázni. Nekem pedig az a véleményem, hogy ez egy diktatúra. Föltettem erről egy szavazást, döntsék el az emberek, hogy szerintük ez egy diktatúra vagy nem diktatúra. Látjátok, hogy rengetegen vesznek benne részt, és hát bizony az embereknek az elnyomó része, vagy a túlnyomó része, elnyomó, igen, hogy az ember diktatúrára beszél, 97%-a szerint, úgyhogy már messze 1000 fölött tart a leadott szavazatok száma, ez egy diktatúra. Gondolom a Zoli is elolvassa, azt, vagy látja ezt a közvélemény kutatást, azt hiszem, hogy akkor ennek alapján okos emberként végig fogja gondolni, hogy ez a véleménye, hogy ez nem diktatúra, nem esik egybe a nép véleményével. Azt mondja, hogy... Volt itt egy komment. Gulyás Nédit. A közelmúltban volt egy párbeszéde HJ-vel, a végén lepadavanozta. Uh-huh. Írtam, hogy anyád lehetnék, igaz, annak büszke, de a tanítványodnak lenni sem szégyen. Ja, itt a padava nyilván, mert az én padavanom, ugye? Igen, ez rólad van. A te büszke anyád értem. Szívesen lenne, de padavannak se rossz lenni nálad. Jó, azt mondja, hogy lássuk itt akkor, vannak-e kérdések? Nem nagyon látom. Nem nagyon. Oké, megállt a videó. Szerintem újraindul az nálatok is. Nálatok is. Nálam semmi. Oké. Látszik ebből. Na, bátran, gyerekek, tudjátok, itt ennek az a, itt azt írja Klára Katerina, hogy itt folyamatos. Hát van akinél blokk, van akinél nem blokk. Úgyhogy, igen, tehát visszatérve én annak örülök, hogy azért az embereknek a józan esze megvan eléggé ahhoz, hogy egy ilyen alkotmányos ellenállás nevű láthatóan Fidesz provokációt ne vegyenek komolyan. Tehát őszintén szólva az emberek realitás érzéke, ha valaki 100 000-re hirdet meg valamit, azt vannak 100-an, hát az nagyjából addig tartott. Én nem gondolom, hogy ezzel együtt ez eddig fog tartani. Ez a Hajnal nevű, ez ezzel van megbízva, hogy folyamatosan, ugye láttuk, tehát 30 napig, amíg a Kossuth téren ott csináltuk az akciókat, meg szenvedtük el a feloszlatásokat, a törvénytelen feloszlatásokat, más nem csinált, az alkotmányos ellenállásnak a néhány ezért, mint a Kossuth térieket fúrta. Ezt vissza lehet nézni egyébként. Egyetlen egy dolgot csináltak, 30 napon keresztül a terepen levő, folyamatosan a rezsimmel ütköző embereket fúrták. Legfőképp persze engem. Azt is láttátok, hogy csináltak ilyen összevágott kamu videót, kettőt is. Tehát ezek Fidesz módszerek. Ezek Fidesz módszerek. Úgy, a másik, de látjátok azt is, hogy ők a háttérben nyomulnak. Tehát nyilvánosan alig-alig tesznek dolgokat, és háttérbe szerintem mindegyikőtök kapott már valamilyen alkotmányos ellenállától privátot, amiben megpróbálnak valakit. Ez sunyi, ez ugyanaz a Fidesz módszer. Tehát egyszerűen amit akarnak, ahogy akarják, az mind nettó. És jön a háttérhatalom, ami a Fidesznél persze a Soros, ezeknél meg természetesen a ki nem mondott, de hát nyilván a zsidók. Tehát szoktak is Rothschildozni egy nagyot. Mellesleg egyébként azt kimondják, hogyha rákérdeztek, hogy igazából ők nem akarnak még demokráciát sem. És speciális államformát kéne itt létrehozni, hogy ez hogyan össze, hogy azzal, hogy vissza az alkotmányt, amiben meg nem ez van. Hát... Na, úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy ez a dolog, ez megbukott, nem ment le a nép torkán. Tudom, hogy a nép csodát vár, és akár még ilyenektől is, de szerencsére azért nem voltak rá vevők a népek. Nem gondolom, hogy leállnak, ez a feladata ennek a Hajnalnak, meg talán még pár embernek körülötte, és sajnálom azokat, akik bevették ezt a szart, de hát csak kiköpik majd. Tanai Gábor... Pillanat... Török Judit, sziasztok, Gábor a 2020 nem túl késő rezsim elküldésére? Elvileg még nem, hát nyilván én azt szeretném, hogy ez már holnap megtörténjen, de lehet, tehát egyszerűen ennél tovább már nem érdemes szervezni semmit, mert onnantól egy kemény keleti típusú diktatúra lesz, orosz és kínai segítséggel. Azzal szemben már csak ugyan eséllyel tudnánk küzdeni, mint a hazafiak 1956-ban. Egyszer csak megjöttek a ruszki tankok. Tehát most még ilyen, nem tudnának átjönni, na de hát repülőúton szépen ide lehet szállítani korábban, úgymond helyőrségi segítségként néhány orosz hadosztályt,
kínait is, bármit lehet, sok mindent lehet csinálni. Úgyhogy, dehogy is, én azt szeretném, hogyha már holnap, erre irányul az egész tevékenységünk, hogy minél gyorsabban fölébresszük a népet, na de hát nem minden rajtunk múlik. Ha minden rajtunk múlna, már nem lenne a rezsim. De 2020-ig még van esélyünk legyűrni őket. Azt mondja, hogy... Szia Gábor, szerinted mi lehet az oka annak, hogy a Fidesz most már saját rádióját is elhallgatja, Music FM, ez a belső források átcsoportosítása. Látjátok, hogy az Andy Vajnát szorítja kifelé mindenhonnan az Orbán. Nem tudom, talán ennek egyébként lehet az oka a Vajna Timikének a szereplése. Tehát ő egy kicsit szerintem elszállt, az már a népszerűtlen. Tehát az már igazából az embereket, ahogy látom, a kézzel fogható dolgok borítják ki jobban, nem az ilyen elvontak. Tehát ellopnak ezek a görények sok ezer milliárd forintot, a nép meg mivel nem érzi, hogy az mennyi. Nincs átfordítva ez valahogy, azt lehet, elloptak egy teljes budapesti pénzt, amiből Budapestet fel lehetne építeni. Nulláról. Tehát értitek, hogyha itt zöld mező lenne Budapest a Duna két oldalán, abból a pénzből, amit ezek eddig elloptak, azt, ami ma Budapest fel lehetne építeni. Ennyit loptak el. De a Vajna Timinek ezek az úrhatnám luxus kurváskodásai, mert hát persze az, csak ő egy gazdás. Ugye erre a típusra azt szokták mondani, hogy luxus kurvás csak egy gazdás. Szóval ez szerintem ezt a Fidesznek a médiásai is megítélték, hogy ez sok. Tehát az a cica vitele Los Angelesbe magárepülőgéppel, szerintem inkább ez lehet mögötte. Nyilván meghagyja Andy Vajnának, meghagyja neki a kaszinót. Abból keressél pénzt, Andy, mert lehet, hogy túl sokat tudsz a dologról, nem kéne erőltetni a konfliktust, de egyébként a média birodalmát már tolja át a Mészáros Lőrincnek a kezébe. És ennek része lehet ez a Music FM, belső újrarendezése van. Azt mondja, hogy... Tehát a belső hatalmi áramlásnak. Alexandra Bogdárka nagy, tegnap este ott a kb. 5 jelölést kaptam a emberektől. Persze, megy ez a sunyi... tehát megy ez a sunyi toborzás, meg a folyamatos sunyi privi küldések mindenkinek, hogy a Tuareg az hazáruló, a Kossuth tériek azok stb. Török Judit, köszönöm válaszat, szívesen, azért van ez az egész történet. Akkor működik a legjobban, hogyha mindenre ti kérdeztek rá, egyszerűen nyilvánvalóan sokkal több dolog jut nektek eszembe, mint nekem. A legtöbbet meg tudom válaszolni, mert hát azért képbe vagyok, de... Azt mondja, hogy kis Ildikó, vajon a pénzes ellenzék miért nem tesz valamit? Buszok, járművek, tüntetéseken, etetések, stb. Még nem jöttek bele, tehát azért már kezdenek. Tehát a DK, a Jobbik beleindult, a Momentum ugye, de hát ők annyiban pénzes, hogy hát kapnak valami állami támogatást, de nyilván nincsenek parlamenti székeik. Tehát én most türelmesebb vagyok velük. Megindultak egy olyan irányba, amit hogyha 4 évvel ezelőtt indultak volna meg, ez a rezsim már nem lenne. Tehát én most türelmes vagyok velük, próbáljuk nyilván őket rábeszélni folyamatosan magával a tevékenységünkkel, megmutatva, hogy mit érdemes csinálni, és ha arra az útra mindenki rálép, akkor ezt a rezsimet ezt el fogjuk tudni takarítani a frázba. Vas Krisztián, a Vajna Timi messze van a luxuskurvától, azoknak talán van egy cseppnyi eszük. Hát Krisztián, lehet. De azért lássuk be, hogy a luxuskurvákat nem az eszükért szeretik. Tehát elképzelhető olyan luxuskurvaknak van még esze is, de főleg nem az a vonzerejük. Azt mondja, hogy... Nem hagy hozzászólni, hát az is előfordul, nálam sem volt gond, nálam is zavarnak. Hát itt most nem tudnak itthon zavarni, tehát itt most az a helyzet, hogy a kifelé menő, tehát ami már tőlem elment adást, az zavarják valahol a nettérben. Provi azt mondja, gondolod, hogy a Momentum tényleg rendszert akar váltani, sokáig nem úgy nézett ki, szerintem igen. Szerintem itt már lassan mindenki rendszert akar váltani.
Szerintem a legtöbben, ha még nem is mondják, de már rájöttek, hogy nem lehet más. Hogy ezt a rezsimet el kell kergetni, visszaállítani az alkotmányt, a két fordulós választást, vissza kell venni a médiát, az általuk ellopott vagyont szintén visszaszerezni az állam számára. Úgyhogy oké. Na szóval röviden igen, szerintem a Momentum tényleg rendszert akar váltani, szerintem a Jobbik is már tényleg rendszert akar váltani, szerintem a DK is már tényleg rendszert akar váltani. Én hajlamos vagyok ezt most már nekik elhinni a ráutaló magatartásukból. Jó. Azt mondja Suzi. Ugye ismeritek szintén harcostárs szereplő, rosszul viselem már a tétlenséget a tömegnél az ennyire nyilvánvaló diktatúrában, hogy meddig mennek el, vár még a nép, addig várnak, amíg bejön az összes ukrán, meg arab, meg kínai, elveszik a hazánkat, tudunk ezzel mi páran tenni? Igen, tudunk. Tudunk, azt tudjuk tenni, amit eddig, de egyre számosabban, egyre aktívabban, megmutatni az embereknek is, meg a pártoknak is az utat, hogy kell ezt csinálni, és szerintem az egyre inkább vevők erre. Az, hogy elismerték, hogy ezt már csak utcán lehet eltávolítani ezt a rezsimet, ez egy óriási. Ilyenek mindig vannak aztán később következményei. Nem lehet olyan a Momentumból, mint a Fidesz, dehogy nem lehet. De ez minden, tehát ugye nem olyan a ráutaló magatartásuk. Tehát ezek nem a gimnáziumból, meg a kizből lettek a parlamenti képviselők, ezek olyan srácok, akik nyugaton már, tehát konkrétan egy párat, nem így személyesen, de tudom, hogy merre jártak meg, hogy. Ezek sikeresen életet kezdtek nyugaton, és úgy döntöttek, hogy a hazájuk fontosabb, és visszajöttek. Tehát ők nem megélhetési csávok, mint a Fidesz, és szerintem gyökeresen más habitusú emberek, de egyébként mindenkiből lehet minden, ezt kizárni nem lehet, de kockázat nélkül viszont nyerni sem lehet. Azt mondja, hogy mi a véleményed arról, hogy Kecskeméten a magyarokat kirúgják és ukránokat vesznek fel a helyükre? Hát, semmi. Semmi. Hát gyerekek, mit várunk? Tehát ez egy diktatúra. Itt mindenki nagyjából azt csinál, amit a főnök jóvá, hogy egészen addig, amíg a főnököt el nem takarítjuk. Azt mondja, Horváth Józsi, szintén régebbi harcostárs. Mit szólsz, hogy migráns törvény Orbán a saját törvényét megszegi? Ezt most bevallom, hogy nem értem. Ja, hogy ja, ez még a makedon csókáról szól, gondolom, ugye? Semmit. Orbán akkor szeg meg egy törvényt, amikor akar, ugyanis azok mind az ő törvényei. Abban a pillanatban, hogyha ő azt megváltoztatja, vagy vele szembe dönt, onnantól az a törvény. A főnök szava mindig törvény. Legfeljebb nincs leírva. No, igen, igen, igen. Köszönöm szépen. Annyira annyira jól megy most ez a dolog, kérdések meg pörög. Az Edith kérdezi, hogy a játékos, ugye a könyvem, a regényem hogy áll. Mutatom mindjárt, pillanat még addig. Közelítünk már ahhoz, amit mondtam, hogy a 4000 forintos adományaitok, amiért aztán tiszteletpéldányt kaptok a könyvből még karácsony előtt, közelítünk ahhoz a ponthoz, hogy a nyomda kifizethető. Mert ugye ez a nyomdai költségre kell, úgyhogy meg lesz ez a könyv, ott lesz a kezetekben karácsonykor, egyre többen olvassátok, egyre több olyan olvassa már, akit egyébként nem ismerek sem tegnap óta, sem tegnap előtt óta, tehát a könyv kezdi a saját útját befutni, és ennek nagyon örülök. Viszont mutatom, mert mielőtt az élő videót elkezdtem, föltettem a falamra, hogy akik még nem olvasták, nem találkoztak vele, azok lássák, hogy lehet beleolvasni a regénybe, és akkor most gyere, Adri, jó? Mert mutatom. Na, falam így néz ki, itt megy az élő videó, és rögtön alatta, itt látjátok egy posztot. Ugye ebbe Tubareg vagy a Scott Seymour, ez vagyok én, a játékos, ez a regény. Ennek az első két kommentjét magam tettem föl. Jó, tehát önmagában nem a kép, mert az most csak a borítója, majd ez lesz a borító egyébként a könyvnek.
csak nyilván összehajtva. Az első komment az enyém, az első százoldalas rész, de hogyha rákattintotok, akkor puttyben vagytok a regény első száz oldalában, jó olvasást hozzá, imádtam írni, remélem ti is imádjátok olvasni, bár az eddigi reakciók alapján úgy tűnik, hogy igen. És amikor azzal a százzal végeztetek, vagy már korábban végeztetek, de ízlet, akkor itt van a 101-től 150. oldal, ez a Tuareg, a játékos harmadik rész, ez is ugyanígy behoz ide, és akkor itt tudjátok olvasni. És hát nyilván örülök marhára, hogy olvassátok, örülök annak, hogyha ennek minél inkább híre megy, hiszen alapvetően akkor tudják az emberek megítélni, hogy egy könyv jó vagy nem, hogyha beleolvasnak. Tehát ez gondolom tök egyértelmű. Jó. Azt mondja az Erika, Csató Erika, hogy egyedül a Kossuth tériek állnak szilárd lábakon. Hát szerintem azért más is, de mi tényleg szilárd lábakon állunk. Tehát voltak, akik attól tartottak, hogy attól, hogy lejövünk a térről, ugye azt mondja, hogy október 7-én, mert szerintem volt már ott értelme azt tovább folytatni, hogy majd itt minden szétesik, egy frászt esett szét. Tehát látjátok, hogy nyomjuk, akciózunk, csináljuk a dolgunkat, és hát egyre többen, egyre erősebben. Azt mondja, Török Judit, nagyon jó a könyved, várom a szombati folytatást, örömmel fogom feltenni. Oké. Okay. Oké. 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 No. Te látsz valamilyen kérdést, Adri? Van kettő. Igen. Először is volt a Tanai Gábor, igen, aki hozzászólt tulajdonképpen a devizás dologhoz. Szerinte a bíróságok már nem függetlenek. Harmadik fokon azt írja, hogy az ügyeket visszadobták, megsemmisítették a pozitív ítéletet. Egy rakás ügyet valóban visszadobtak, egy rakás meg nem. Jó, ez volt az egyik. Ez a másik... sok ezer és tízezer perről van szó. Igen. A másik oroszlán király, vagy király oroszlán, mindegy. Mit jelent az alaptörvény? Honnan származik az alaptörvény? Hát ez a Fidesz kreálmánya. Szájer József írta meg egy vonaton az Orbán instrukciói szerint. Valamelyes szűkíti a korábbihoz képest a szabadságjogokat. Igazából egyébként mondom, nem az alaptörvény maga a probléma. Belefér az EU, önmagában az alaptörvény is befér az EU normái közé, különben ugyanis nem ismernék el azóta azt az államot, ami itt működik, már pedig az EU is, meg a világ összes többi országa is jogfolytonosnak tekinti. Úgyhogy nem az alaptörvény itt az alapvető probléma. Az alaptörvény egy olyan mentalitást vitt be a köztudatba, amit ezen az úton akart a Fidesz megmutatni, hogy ez a bármit megtehetünk. Tehát önmagában nem az alaptörvény szar, szűkítő, de egyébként túlélhető. Ami nem túlélhető, az maga a rezsim, annak a maffiaszerű szervezete, a rablás, a lopás, az elnyomás, amit nem az alaptörvény csinált, tehát nem az alaptörvény az ellenség, az csak egy tünet, az ok, a betegség, az az Orbán által vezetett rezsim. Az ellen kell küzdeni. No. Jó, több kérdést akkor nem látok. Adri? Nem. Akkor nagyon köszönöm, hogy velem voltatok. Köszönöm a kiváló kérdéseket. És akkor szombaton délután... Egy szombaton is lesz élő videó, lehet, hogy itthonról, attól függ, de lehet, hogy terepről valami kis action. Jó? Azt mondja, Finta Pálné, még ennyi, imádom olvasni a könyvet, nagyon szórakoztató. Rózsaszívási Gábor már hiányzik nekem is, a következő rész. Nagyon szépen köszönöm. Ja, még egy közben bejött, akkor érdemes volt várni. Horváth Józsi megint, mi lehet az oka, hogy ezer számra megy a kilakoltatás, az emberek közömbösek. Hát...
nem tudunk újat mondani ebben, ugyanaz, mint az összes többi, nem érte el még az emberek inger küszöbét továbbra sem. Hogy lehetne változást felrázni? Úgy, amit mi csinálunk, Józsikám, te is voltál már velünk egyszer, gyere föl! Már is itt leszel velünk a terepen, és akkor már te is akkor beszállsz újra a terepaktivitásba. Jó, azt mondja Rózsi, pénteken, igen, pénteken 5-kor találta a Ferenciek terén, és a templomnál, és együtt megyünk át a CEU tüntetésre. Szombaton viszont a szokásos havi találkozó, szombaton délután 3-kor a Kossuth téren a padjainknál, oda várunk mindenkit. Friss Kossuth térieket is, akik azáltal már is Kossuth térre válnak, hogy oda jönnek hozzá. Ott lesz a speckó zászlónk, látjátok, az a hosszú nyelű magyar és a hosszú nyelű európai is, ez a két zászlónk. Az egyik ilyen Lukas zászló, a másik meg egy olyan európai uniós zászló, amiben van Magyarország térképe is. No, nagyon köszönöm nektek, hogy ennyien velem tartottatok. Azt kérem, hogy akkor a net minden zugába ezt lehetőleg jussátok el, mert a ti kérdéseitek is akkor lesz, válnak igazán nyilvánosra, és az arra adott válaszaim is. Ha úgy tetszik, ezek az élő videók is, bár látszólag én csinálom, de ez egy csapatmunka. Nagyon szépen köszönöm, és akkor egységbe és köztársaságba.